Üdvözöllek! Az előző videóban megnéztük, hogy az Adobe Spark-kal hogyan lehet ilyen képeket készíteni, amin aztán különféle szövegeket meg grafikákat el tudunk helyezni. Ugyanakkor ezzel nem csak képeket, tehát poszt jellegű dolgot lehet készíteni, hanem készített ez a Page nevű. De erről már volt szó a Slate, az Adobe Slate-et bemutató videóban. Ezt is említettem az előző részben. Illetve van ez a videó, ezzel foglalkoznánk most. Kattintsunk erre. És itt rögtön kér egy szöveget, ez nem kötelező megadni, úgyhogy azt mondom neki, hogy skip. És akkor utána kiválaszthatunk egy ilyen sablont, például egy ötletet bemutató sablon. Vagy hát vannak itt még egyebek, de igazából ezeket nem kötelező kiválasztani, hanem teljesen nulláról is mehet a dolog, úgyhogy most azt fogunk választani. Itt kapunk egy rövid leírást, hogy miket tudunk ezzel megtenni, de most akkor let's go, kezdjünk bele. Tulajdonképpen ez úgy működik, hogy ilyen részekre van osztva, mint mondjuk egy filmnek az egyes képkockái. Első körben szerintem azért célszerű valamiféle sablont beállítani. Na, ha ezt nem szeretnénk, akkor látható, hogy itt rögtön például fotót is be tudunk állítani. Itt a Find Photos-ra kattintva, megint rákeresünk, mint az előző videóban arra, hogy tree, mondjuk, hogy fa, kiválasztunk egyet, akkor itt rögtön megjelenik egy kép. Hogyha erre kattintunk, akkor további lehetőségek jönnek be. Itt van ez a zoom. És akkor látható, hogy erre ráközelítünk, akkor szépen előbb-utóbb kitölti a teljes videó területét. Ezt lehet így egyébként mozgatni a balegeret nyomva tartva. Eligazítjuk így. Rendben, mellé kattintunk, akkor a zoomolás az eltűnik, és látható, hogy alul meg is jelenik ezen a kis képen. Most erre kattintunk még egyszer, akkor látható, hogy ikont el tudunk helyezni. Itt az előző keresési kifejezést megőrizte tree, de ide akár be tudunk írni, például hát star, mint csillag. Kattintunk egyet, akkor ez látható, hogy hozzáadásra került. És akkor látható, hogy ezzel viszont a képünk az nekünk szépen eltűnt. Ami nem biztos, hogy olyan nagyon jó megoldás, de itt látható, hogy vannak különféle lehetőségek. Ez a legjelesebb azt jelenti, hogy egyszerre csak egy dolog látszik itt. Erre kattintunk, akkor egyszerre kettő, rögtön bejön egy lehetőség, hogy fotó, vagy ikon, vagy szöveg, mellette pedig itt van már a korábbi dolog. De lehet ez is, hogy valami, meg egy teljes képernyős fotó. Kattintsunk ide a fotóra. Megint megőriz az előző keresési kifejezést, kiválasztunk itt egy képet, és akkor látható, hogy megjelent. Aztán de kattintva hozzáadhatunk további dolgokat, például ikont, vagy szöveget. Hát talán a szöveg az célszerű volna, ezt most kiválasztom és delete. Adjunk hozzá egy szöveget. Ide jön valami. Így, rendben. Mellé kattintunk, akkor a kérdő is eltűnik róla. Itt a képet kiválasztva persze itt is lehet zoomolni bele, vagy eltávolodni. Na, szóval a lényeg az ennyi lenne, illetve ami még fontos, hogy az egyes jelenetek azok meddig tartsanak. Ide kattintva ezt lehet növelni. Látható 3-10 másodpercig egészen. Legyen 2. Aztán zenét is hozzá lehet adni. Hát van itt azért lehet válogatni, sőt mi fel is tölthetünk egyébként. Most ezt kiválasztom. Rendben, és akkor hogyha most ezt lejátszuk, kattintsunk ide. Akkor látod, hogy ez el is indul, tehát összesen 2 másodpercig tartott, annyi van itt beállítva. Ide kattintva hozzáadunk még egy ilyen jelenetet. Itt ugyanúgy be lehet állítani a layoutban, hogy mit szeretnénk megjeleníteni. Egy dolgot, két dolgot, vagy valamit, meg egy ilyen caption. Itt ugyanúgy be lehet állítani, hogy mit szeretnénk megjeleníteni. Hát ezeket ki kell próbálni, és akkor hát amelyik szimpatikus. Most jelenleg ez van beállítva, hogy egy teljes méretű kép, meg még pluszba valami. Látható, hogy megjelenik a két hozzáadás. Ikon, ide kattintva be tudjuk állítani a képet. Megint keresünk valamit, hát mondjuk kiválasztom ezt, megjelent a kép, hozzáadhatunk még valamit, akár egy újabb képet is adhatunk hozzá persze. Látható, hát mondjuk ennek, hogy nagyon sok értelme persze nincsen, kiválasztjuk és akkor delete, hozzáadhatunk egy szöveget. Csillagok, így, rendben. És hát tulajdonképpen ez így működik, mint az látható, ezeket itt ki tudjuk választani, be tudjuk állítani, hogy meddig tartsanak. Ezeket át lehet rendezni, ha balegeret nyomva tartjuk valamelyiken és mozgatjuk. Itt továbbiakat szintén hozzá lehet adni, meg el lehet indítani a lejátszást.
Hát ez így néz neki, itt pedig be tudjuk ezt zárni, és akkor visszatérünk a szerkesztésbe. Itt a preview-val is egyébként meg lehet nézni. Tehát ezzel ilyen módon tudunk hozzáadni további jeleneteket. Ami még fontos, hogy hangot is, beszédet is hozzá lehet adni. Kattintsunk erre. Itt engedélyezni kell általában minden böngészőben. Hát kamerát ír, de ez most igazából mikrofon lesz. Engedélyez. És akkor ezt itt nyomva kell tartani. Majd, hogyha beszélünk, akkor látható, hogy felveszi. És akkor a beszédünk az a zene alatt fog menni. Akárhányszor vehetünk fel beszédet természetesen. Preview. Hát ez valahogy így nézne akkor ki. Hogyha nem szeretnénk itt mi saját magunk ezzel nagyon sokat killódni, akkor kész sablonokat is választhatunk természetesen a témákban. Most akkor én ezt nem piszkálnám, ide kattintva megosztás. Itt rögtön le tudjuk tölteni, vagy create link, ugyanúgy mint a képeknél. Most ezt letöltöm. Látható, hogy eltart egy ideig, míg elkészíti a videónkat, és letölthető lesz. De amint ez itt végig megy, le tudjuk majd tölteni. És már töltődik is le. Hát 6 megabyte nem egy túl nagy méretű. Tehát ez valahogy így néz neki, és akkor kezdjünk egy újat. Ide kell kattintani rá 3 vonalra videó. Megadhatunk majd megint egy ilyen kezdő szöveget, ezt nem muszáj, skip. És akkor most itt választok egy témának megfelelő sablont, mondjuk egy ötlet bemutatása. És látható, hogy itt rögtön megkapunk különféle jeleneteket. És preview-t megnézve, hát látható, hogy valóban kész a videó, csak hát még tartalma az nincsen. Ugyanúgy működik ez valójában, mint az előző esetben, egyet kiválasztunk, bár előtte talán célszerű itt akkor beállítani egy ilyen sablont, hát mondjuk ezt kiválasztom, és akkor látható, hogy itt rögtön megjelenik, sőt, nem csak az elsőnél, hanem mindennél. Itt hozzá tudjuk adni ikon, fotó, szöveg, illetve itt a layout szintén ugyanúgy él. Tehát itt igazából csak annyi segítséget kapunk, hogy előre elkészíti az egyes lépéseket, meg hát itt a sablon be tudjuk állítani, bár ezt az előbb is be tudtuk volna állítani igazából. Tehát annyira azért nagyon nagy segítséget ez nem nyújt, létrehozott az egyes jeleneteket, de igazából ennyi, meg egy zenét beállít. De tulajdonképpen ezt mi is könnyedén meg tudjuk csinálni. Hozzáadjuk a szöveget, így. Hát annyi, hogy ennek a színét is beállítja egyébként látható, bár ez inkább ebből a témából, sablonból jön. Aztán a következőre kattintunk, ott is hozzáadhatunk egy szöveget, vagy egy valamit, és akkor ez így ennyi. Ugyanúgy fel lehet venni a magyarázatot, ugyanúgy be lehet állítani az időt. Tehát úgy gondolom, hogy igazából, hogyha nulláról kezdjük, akkor talán egyszerűbb a dolgunk. De mindkettő megoldás járható út, vagy nulláról kezdjük, vagy pedig kiválasztunk egy témát. Hát akkor ez így ennyi lenne, még egy dolgot megnézhetünk, hogy igazából itt másokét is tudjuk hasznosítani. Itt van a galéria. Itt valamit kiválasztunk, látod, itt van, hogy page, post, vagy pedig videó. Válasszuk ki mondjuk ezt, és akkor itt rögtön betölti. És ez így néz neki, hát ez egy perc hosszú. Seven ways to wear blue at your wedding. Number one, take dad's old blue t-shirt and cut a heart shape out of it. Tehát látható, hogy ezzel azért elég egyszerűen meg lehet valósítani ilyen bemutató reklám, vagy prezentáció, vagy ilyesmi videókat. Create new video, és akkor a következő videónkat már tudjuk is készíteni. Illetve bármikor, ezt most kékszelem, bármikor ide visszatérve, látható, hogy itt is tudunk egy új videót kezdeni. Vagy éppen itt is, illetve hát nyilván egyéb más tartalmakat is. Meg itt is ajánl egyébként egy párat, mint az látható. Sajnos ezeket szemmel láthatóan nem tudjuk szerkeszteni. Tehát ezeket csak megnézni tudjuk. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ötletnek mindenféleképpen hasznosak.